Ma Szent István király, első magyar király főünnepe van. Ünnepi szentmisével kezdődött az augusztus 20-ai ünnepség Jászapátin, a Kisboldogasszony római katolikus templomban. Első magyar királyunk Szent István király napján, ki keresztényé tette nemzetünket, Kladiva Imre apát plébános celebrálta a szentmisét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tanuljunk más népektől, ugyanakkor őrizzük meg mindazt, ami a miénk, és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre. Ha ezt megtesszük, akkor együtt örülhetünk az anyaföld adta javakat. Magyarul fognak beszélni a Kárpát-medencében, magyarul szól a dal, magyar néptáncot táncolnak. Ahogy az új kenyér is, mindig a jól elvégzett munka eredménye, ami táplálékot szolgál nekünk, ugyanígy István király tettei a magyar népnek táplálékul iránymutatásul szolgáltak a történelem során és ma is. A Szent Mise utáni díszünnepségen Farkas Ferenc polgármester szintén az államalapító tetteit méltatta. Elmondta, nagy királyunk tettei máig iránymutatásul szolgálnak, és arra kell törekednünk, hogy tovább is örökítsük ezeket. Tak nem podkreślić fakt, że oba nasze narody mają podobnie zapisane karty historii. Az ünnepségen részt vett a testvértelepülés képviseletében Barbara Pilava Kraus, Lancútjárás helyettes starosztája, aki kiemelte, mindkét nemzet hasonló történelmet tudhat maga mögött, hasonló mentalitással, küzdelemmel folytatott időszak van mögöttük és mögöttünk, elmondta, a két önkormányzat azon dolgozik, hogy a kapcsolatot tovább mélyítsék. További sok sikert kívánt a város az ország sikeres építéséhez, és kifejtette, partnerei szeretnének lenni ebben Jászapátinak. Ezen, talán a magyar nemzet legszebb ünnepének nevezhető napon, hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat olyan személyeket, közösségeket tüntet ki, akik sokat fáradoznak a város megújulásáért, hírnevének öregbítéséért. Az ünnepség zárásaként az új kenyér ünnepén Kladiva Imre apát plébános megszentelte a kenyeret, melyet utána Berki László és családja szegett meg. Gyermekei és a segítők körbenjárásával pedig mindenki vehetett a megáldott cipókból. Majd az ünnepség zárásaként a jelenlévők közösen énekelték el a szózatot.